minden az ember, a szellemünkben és a szívünkben dől el. Hogy föl tud-e a szellemünkben és a szívünkben szabadulni egy olyan kreatív erő, amely az Istentől származik, és Istennel együttműködik, vagy pedig megmarad továbbra is elnyomott állapotba. Azért hangsúlyoztam a vallás és a keresztény élet között a különbséget, mert nagyon gyakran a vallás ezt teljesen figyelmen kívül hagyja, Megelégszik azzal, hogy az emberek jelen vannak az összeveteleken, megelégszik azzal, hogy az emberek egy gyülekezethez vagy egy valláshoz tartozónak vallják magukat, és nem törődik azzal, hogy az embereknek a szelleme föl van-e szabadulva, föl van-e támaszva vagy ahogy Pálapostól mondja, fel van-e ültetve a mennyei helyekre, és élvezik-e az Istenek az áldását, amit a názárti Jézus Krisztus megszerzett a Golgotai kereszt áldozat által. Az igazi kereszténység, az eredeti kereszténység mindig erre tette a hangsúlyt. Az első dolog, hogy a változás történjen meg a szellemedben és a szívedben. Legyen ott meg a metanója, az a fordulat, amelynek eredményeképpen többé nem leszel vak, nem fog a, a, a lelkismeretet torzan működni, és a hiány megszűnik az életedben. Érzed, hogy az úr, nem csak érzed, hanem elsősorban hiszed, hogy az Úr benned van, és te meg az Úrban vagy, és ettől jön a létre a félelem nélküli élet. Amen. És ez a három alkotja az emberben azt a bizonyosságot, amit mi gyakran üdvizonyosságnak mondjuk. Mondunk, hogy tudjuk, hogy üdvösségünk van. Miért? Mert látjuk a láthatatlant, magunk előtt látjuk az Urat, mert bennünk van. Jö, Sugárz, jön ki belőlünk az a fény, amit belehelyezett Isten keze az újjászületéskor a szellemünkben. Látjuk minden nap, hogy a szellemünk működik együtt Istennel. És ugyanakkor van olyan, amikor nem olvasod a Bibliát, de mégis azonnal tudod, hogy rosszat tettél, vagy az, megérted tesz olyan igazságot, amit nem úgy olvastál, hanem a szellemed adta a lelkednek, és kiderül később róla, hogy ez meg van írva, meg van írva a Bibliába, vagy hallott, hogy más ember is rájött arra az igazságra. Nem te vagy az első felfedezője. Mert ugyanaz a, ugyanazon a vá eseményen keresztül ment, ugyanazt a szellemed vette, és ha ugyanaz a szellemet veszük, akkor a világ legkülönböző pontján lévő igazságokra az emberek rájönnek. Gyakran ugye azért nem lehet a pünkösdi karizmetikus történetet megírni, a hagyományos történelmi módszerre, hogy hol, hol alakult ki először, hogy a Szent Élekkel betöltekeztek az emberek, és próbálják így levezetni, hogy hogy, tált, hogy terjedt el a világ méretekben, ez félrevezető, mert ha Isten elkezd Szent Élekkel és Tűzzel keresztelni, egyébként mindig is el mindig is ezt akarta, de az utolsó időkben szinte rá az emberek számára annyira nyilvánvalóvá teszi, hogy szükségük van a hívőknek szent élekkel és tűzzel megkeresztelkedni, nagy karizmatikus megtapasztalásokra szerteni, akár arra is, hogy a földre kerüljenek, és, és extázisba kerüljenek, kilépjenek magukból, belépjenek a mennynek a dicsőségébe, stb. Ez ugye több mint száz éve zajlik ez a folyamat és ezt nem lehet levezetni, hogy itt ettől az embertől terjedt el, vagy a másik embertől, hanem felülről terjed. Isten keze mozog, munkálkodik, és Jézus Krisztus szent élekkel is tűzzel keresztelt. És gyakran ugyanolyan karizmatikus megtapasztalásban vesznek részt az emberek, akik elfogal, engedelmeskednek Isten igényének, akik nem is ismerik egymást, de rádöbbennek arra, hogy hát te ugyanazt az igazságot valamint te, és ki tanított meg bennünket? Nem, senki. Illetve nem, azt nem mondom, hogy senki, hanem az a kenet, amiről beszélt János, hogy kenetetek van, és a kenet elvezet benneteket minden igazságra.